Szép jó napot mindenkinek, srácok, ebben a heti vlogban. Igazából most megyünk haza Naménba, és ott fogunk eltölteni egy kis időt, úgymond, tehát egy pár napot leszünk csak ott. Kijövök ide az utcán, és csinálok egy képet, és azt bemegyek, megszerkeztem, összepakolok, illetve még most képeket szerkeztek, és aztán indulunk haza. Én most végeztem ezzel a kis fotózással. Szép jó reggelt, srácok! Most milyen nap van? Hétfő van. Hazértünk olyan 11 óra, nem, olyan 8 óra fele haza is értünk a tegnap, inkább 9 óra felé. Nagyon sokat vártunk a határon. Ma már igazából 1 óra van, és a mai program, hogy megyek fel hamarosan, ha minden jól megy, a városba fotózni, és akkor majd onnan jövök haza. De miért is megyek fel, mert igazából célja van annak, hogy én felmegyek ma a városba. Tesómnak a biciklén a két kereket ki kell cseréltetni, mármint a belsőjét. És venni kell bele belsőt, az pedig csak fent lehet kapni a városban, mint az árkokban, nem tudom, hogy nálatok van-e, de nálunk nem szokott lenni az árkokban bicikli belső. Úgyhogy most gyorsan megevédelek, és aztán nem biztos, hogy azonnal, de valószínűleg megyek fel a biciklis boltba. Van, és most itt fogok nektek csinálni egy time-lapse-t. Annál a szobornál, ami itt van a Tomcsányi kastélynál. Nos, srácok, most továbbiában fogunk valamikor fagyizni, viszont én még megtalálok minket, és egy két érdekes pontotól lehet jó képeket csinálni, ellen lehet még jó kis time-lapse-eket is csinálni. Most megyek a Pepkóhoz, és ott is fogok még egy kis time-lapse-t felvenni, de szeretnék azon pár kapun. Ez a szép forgalmas háttérrel megyek, eszek egy fagyit, és aztán indulok haza képeket csak videót venni, illetve pihenni. Thank you.
Sziasztok! Ez a harmadik vagy a negyedik napjának a heti vlog, nem is tudom. És most itt vagyunk Vásáros Nemében a játszótéren, itt fogunk kicsit én biciklizni. Ön pár biciklis van, aki... Éppen a szabad ég alatt az utcán, és fotózom a csillagokat, meg szeretnék most egy azt a timeless-et is csinálni, viszont azt bentről fogom majd csinálni, úgyhogy most még itt leszek egy darabig, és próbálkozok ezekkel a képekkel. Nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, most csináltam egyet, és nem sikerült. Szép jó napot mindenkinek! Most éppen itt vagyok a forgalmas városban, ahol éppen újra fotózok, aztán még megyek egy helyre a városon belül, ahol majd megint fotózni fogok. Most egy kicsit esti túrára indulunk itt Naminban, meglátogattunk egy jó pár utcát, úgyhogy menjünk. Jó estét kívánok! Rendelésre? Igen, tótt lenne te. Haza. Köszönöm szépen! Írja a többihez! Viszlát! Nem tudom, amit láttok belőlem, de hazaérkeztünk, hazadott a taxis, úgymond. Úgyhogy jó éjszakát! Szép jó reggelt mindenkinek! A mai napon hazautazunk, nagyon egyszerűen. Egyébként bocs az álmos fejemért, de tényleg én még fáradt vagyok, mert még most van reggel. És akkor most megyek boltba, és majd akkor otthon találkozunk. Most megyünk haza. De én kicsit érdekesebb módon, de mi, megyek haza, ugyanis előfizettem erre a bizonyos teleportál szolgáltatásra, amire csak annyit kell csinálnom, hogy felugrok, és otthon leszek. Úgyhogy menjünk haza. Hát nem nagyon. Talán majd legközelebb. Szóval ez a videó ennyi lenne, és mielőtt még kikapcsolnám, illetve feltölteném, illetve ezt a kis kiköszönést is megvágnám, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi ez a háttér, hol voltak eddig a videók, ja, és hogy milyen időszak van most. Szóval, kezdjük a legelején szerintem. Az utolsó, tehát az ezelőtti felvételek augusztusban készültek. Na most már október van. Úgyhogy eléggé elcsúsztam a videó vágással, és ezen szeretnék javítani, szeretnék most már minél több vlogot feltölteni, úgyhogy várhatóak már a vlogok. Következő úgymond ilyen kis napirendi pont, de én nem hívom ennek most, tehát nem napirendi pont. Mi ez a háttér? Csak mostanra jöttem ide, mert a stúdióm nem alkalmas, már megint kell. Ez azért van, mert 30... Jó van, majd átlátom balra. Szóval az a lényeg, hogy most a stúdióm nem alkalmas arra, hogy én ott videózgassak. Úgyhogy ez a kiköszönés, hogy véltem, hogy jó, megfelel nekem ez a szobai háttér is. Remélem, nektek is tetszik. Ha szeretnétek, akkor sok kiköszönés, illetve sok beköszönés fog itt elhangzani, és hogyha úgy van, akkor akár több videó is készülhet itt. Most már ugye ősz van, hideg van, és sokat kell tanulnom, és elkezdődött az iskola, még az előző felvételen nem, most már viszont igen. Úgyhogy kicsit nehezebb ez a leülök videót vágni folyamat, ezért van kevesebb videó. A
másik az az, amit köszönök nektek, hogy hamarosan meg vagyunk 150-en ezen a csatornán. Szóval 150 feliratkozóval fogok hamarosan rendelkezni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy milyen 100 feliratkozónál most egy dolgot kisorsoltam. Nem fogok megint egy dolgot kisorsolni, hanem úgy gondoltam, hogy megismételjük azt, amit 20 feliratkozónál körülbelül egy évet tettünk. Azaz, hogy csináltam egy kérdezfeleleket. Na most ezt megismételjük, csak kicsit komolyabban, mint az volt, úgyhogy megkérlek titeket, hogy a komment szekcióba, ami arra van lefelé, és ha ott tartasz, akkor lájkold a videót, iratkozz fel, nézzél további videókat, ha persze, hogyha van kedved. Ha nincs, akkor nincs. Ja, meg ha már megtetted, akkor jól tetted, ügyes vagy. Szóval menjél le, és akkor írj egy kommentet, hagyhatsz véleményt is a videóról, mindegy. Tehát azt írsz kommentben, amit akarsz, nyilván kultúráltan, és én ezt azért ellenőrzöm, hogy mik mehetnek ki, és én azért erről tudok, hogyha egy olyan komment nem kerülhet ki, ami szerintem olyan szavakat tartalmaz, illetve valami ellen van. Tehát nem jó, tehát csak normálisan. Szóval írjatok oda kérdéseket, tehát hogy nem tudom, hány éves vagy? 13. Meg ilyeneket, ezt már akkor nem kell kérdésbe írni, mert most már tudjátok, hogy hány éves vagyok. Instagramon is fogok kérdésmatricának hívják? Egy kérdésfület? You know? Szóval oda is fogok kérdésmatricának ezeket. Szóval oda is fogok kirakni ilyet, és ott is lehet lesz kérdezni. Ezt akkor ajánlom, ha nem szeretnéd, hogy mások tudják, mit kérdezel, úgy is fogják tudni, mert a neved meg minden az ott lesz kint. És ha Instagramon, akkor akár még lehet bekövetlek, ha még nem tettem volna, illetve mások is ezáltal akár bekövethetnek titeket. Úgyhogy ezért is érdemes Instagramon. Írhatok nekem privát üzenetet, írhatok e-mailbe, e-mail címemet megtaláljátok a leírásban, illetve talán a névjegyzéknél, ami ott jó messze van a csatornámon jobb oldalon, ott is megtaláljátok talán az e-mail címet, ebben nem vagyok biztos, de a leírásban minden esetre kitettem egy e-mail címet, ahová tudtok nekem e-mailt írni, tudtok nekem kérdéseket írni, tudtok nekem akármit küldeni. Na most már eleget beszéltem, én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképp lájkold, ha még nem tetted volna meg vagy, illetve iratkozz fel, Szóval iratkozz fel, hogyha még nem tetted volna meg, illetve hogyha szeretnél. Nem kötelezek rá, ez nem kötelező. Nem rossz, ha feliratkozol. Ja, hogyha már feliratkoztál, akkor a kis csengőt vagy harangot se felejtsd el benyomni, vagy ha már feliratkoztál régebben, akkor, és nem nyomtad be a harangot, akkor feltétlen tedd meg azt. Ugyanis így nem maradsz le a további Levi's Channel contentről. Nem fogtok lemaradni. Én köszönöm szépen a figyelmet, Levi voltam, a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok! We take what we want, we are